Sziasztok! Az óraeltállítás kérdése olyan, mint a magyar foci. Mindenki szakértő, és mindenkinek megvan a véleménye. Szerintem semmin sem kell változtatni, így most jó az egész, ahogyan van, most mit kell komplikálni. De az Európai Unióban 2021-ben meg fog szűnni az óraeltállítás. Hát jó, akkor ki kell lépni az Európai Unióba a fenébe, most minden jó dolgot meg akarnak szüntetni? Mert a fizikai okokból, és mivel a gabócák párzásának is ez a jó, ezért mindenképpen az óraeltállítás eltörését követően a téli időszámítást fog kelleni folytatnunk. De nem gondolja, hogy a többségnek más a véleménye, és a többség inkább a nyári időszámítást akarja megtartani? Ez nem számít, mert mind metafizikailag, mind a kvantumfizika alapjai figyelembe véve az emberi szervezetnek, bár az emberek nem tudják, de ez a jó, úgyhogy a téli időszámítás fog kelleni folytatni. Szerintem az óraeltállítás eltörlését követően a nyári időszámítás fog kelleni követni. Ez tök felesleges, megmagyarázom, az ország lakosságának a 90%-a ezt akarja. Szerintem váltsunk időzónát, amelyben mondjuk Románia vagy Ukrajna van, a Greenwich idő plusz 3 óra, és akkor például nyáron este olyan 10:30-ig világos lesz. Ezt kell csinálni. Ezzel annyi a probléma, hogy a környező országoknak is akkor ilyenfajta időzónában kell lenniük, tehát ez nem csak rajtunk múlik, hanem a környező országoknak is ezt pont úgy meg kell szavazni, mint nálunk. Ön szerint ez ilyen könnyen meg vagy lehetséges? Operatív kérdésekkel én nem foglalkozom. Elnézést, köszönjük a jó ötletet. Zárszóként még egy párhuzamot vonnék az óraeltállítás és a magyar foci között, hiszen 99,90% esélye van, hogy neked nincsen ráhatásod az egyikre se, bármit csinálsz, ha földhöz vered magadat, ha fejen állsz, akkor se tudod megváltoztatni, úgyhogy majd erre mondják, hogy lesz, ami lesz, valószínűleg a ugye 2021-ben el lesz törölve, az óraeltállítás és a nyári időszak marad, de hogyha mégsem, ez van, nem lehetünk elleni semmit. Bal oldalon tudtok feliratkozni a csatornámra, jobb oldalon pedig két korábbi videómat tudjátok megnézni.